Üdvözöllek titeket! Az én nevem Csizmadia Horváth Tímea, és a mai napon a háromszögek területének a gyakorlásával fogunk foglalkozni. Először is egy picit ismételjük át, amit a múlt órán megtanultunk, vagyis ugye a képleteket. Tehát ugye tudjuk, hogy a háromszögnek három oldala van, és ha mind a három különböző, akkor ugye három különböző képlettel is ki lehet a területet számolni, vagyis ugye az A szor HA per 2-vel, a B szer HB per 2-vel, valamint a C szer HC per 2-vel. Ha viszont ugye egy derékszögű háromszögünk van, akkor a két magasság az egybeesik a két befogóval, tehát a háromszögnek a területképlete egy picit változik, vagyis A szor B per 2 lesz. Természetesen a C szer HC az ugyanúgy itt is alkalmazható. Nézzük akkor a feladatokat. Az első feladatnál háromszög területe van megadva, ami 40,32 négyzetcentiméter, az oldala az 4,8, és ki kell számolni az oldalhoz tartozó magasságot. Ez a Gerundiu tankönyvben szintén megtalálható. Nézzük is, fel is vannak írva az adatok, tehát először is a képlet ugye mindenféleképp kell. Tehát háromszögről van szó, A szor HA per 2 a képletünk. Be kell helyettesítenünk a terület helyére ugye a 10,32 századot, az A oldal helyére a 4,8-et, ugye szorozva HA per a 2. Ismét, ha tudunk, akkor mindenféleképp egyszerűsítsünk. Látjuk, hogy a 2-t és a 48-at 2-vel, illetve a 4,8-at lehet 2-vel, 2,4 lesz. Vagyis azt kaptunk, hogy a 10,32 század egyenlő a 2,4 szorozva a HA-val. HA-t úgy számoljuk ki, hogy a 10,32-t elosszuk a 2,4-del. Ugye múlt órán mondtam, hogy akinek nem átlátható, hogy mit kell ilyenkor csinálni, egy kis segéd példát tudtok magatoknak fölírni, tehát valami nagyon-nagyon egyszerűt, amire ugye látszik az, hogy éppen melyik számot keresed, és mit mivel kell osztani, esetleg szorozni. Mivel tizedeseket kell osztanunk, ezért ugye bővítenünk kell, hogy az osztó egész szám legyen. 10-zel bővítünk, és 103,2-t kell elosztanunk 24-gyel. Nézzük is ezt az osztást. Szá, 103-ban a 24, illetve, jó írtam én? Nem, valamit itt nem jó írtam, bocsánat. Most látom, hogy itt ugye nem százas van, hanem ugye egyes, hanem négyes, tehát még nem vagyunk semmivel sem elkésve. Tehát véletlenül rosszul másoltam le, tehát így. 40-ben. Látjátok, ezért is fontos, hogy mindig nagyon átnézzük a feladatokat. 40-ben a 24 megvan egyszer. Ha visszaszorzunk, ugye, hogyha többjegyű számmal osztunk, akkor ajánlatos visszaszorozni és kivonni. Tehát 4-szer 24, ugye leírom és kivonom. Ugye 40-ből kivonom, 16 lesz. Leveszem a 3-ast, 163-ban a 24. Hát nézzük meg, hogy megvan-e 6-szor, visszaszorzom, 6-szor 4, ugye 24 maradt a 2, 6-szor 2, 12, 2,
összeadom, tehát összesen ugye a 144, és kivonom, 4-hez, hogy 3 legyen, kell 9, maradt az 1, 5-höz, hogy 6 legyen, kell még 1. Leveszem a következő számot, ami már ugye a vesző utáni szám, tehát kiteszem a vesszőt, az a 2-es, és a 192-ben a 24 megvan 8-szor, persze ellenőriznünk kell, 8-szor 4, 32, maradt a 3, 8-szor 2, 16, meg 3, az 19, tehát ha kivonom, akkor pont 0 a maradék. Vagyis a HA az a 16,8 cm. Nézzük a következő példát. A háromszög két oldala meg van adva, valamint meg van adva a területük, illetve a háromszög területe, ami 96, és a két magasságot kell kiszámolnunk. Vagyis kell nekünk ugye a két területképet a B oldalhoz, B-szer HB per 2, valamint a C oldalhoz, C-szer HC per 2. Behelyettesítjük, terület helyére ugye 96-on egyenlő 12 szorozva HB per a 2-vel. Ismét, ha lehet, akkor mindenféleképp egyszerűsítsünk, tehát lehet 2-vel, 2-ben a 2 egyszer, 12-ben 6-szor, vagyis 96 egyenlő 6-szor a HB. Vagyis ugye a HB-t úgy számoljuk ki, hogy a 96-ot elosszuk 6-tal. Gyorsan ugye valahol külön ezt kiszámoljuk, 9-ben a 6 megvan egyszer, maradt a 3, és 36-ban 6-szor. Tehát HB az 6, 16 cm. Behelyettesítjük a másikba is az adatokat. 96 egyenlő 20-szor a HC per a 2. Ismét egyszerűsítünk, ugye 2-vel, és azt kapjuk, hogy a 96 egyenlő a 10-szer a HC, vagyis a HC-t úgy számoljuk ki, hogy a 96-ot el kell osztanunk 10-zel. Ugye ezt már nem kell külön számolni, mert tudjuk, hogy ha 10-zel osztunk, akkor csak a tizedes vesszőt kell tolnunk egyet balra. Tehát HC az a 96, 9,6 cm. És ugye itt vannak ugye a kiszámolt adataink. Nézzük a következő példákat. Tehát a háromas feladatnál egy egyenlő szárú háromszögről van szó. Ezt is érdemes valami módon ugye jelölni, tehát tudjuk, hogy az egyenlő háromszögnek van egy alapja, és a két szára egyforma. És most megvan adva, hogy a B-hez tartozó magasság, tehát a HB, ugye az a 9,6 centi, és az A-hoz tartozó magasság pedig 8 cm, valamint megvan adva, hogy a területe a 48 centi, és ki kell nekünk számolni a kerületét. Ugye ahhoz, hogy a kerületét ki tudjuk számolni, szükségünk van nekünk az A oldalra is, és a B oldalra is. Tehát a két
területképletet mindenféleképp fel kell írnunk. Ugye A szor H, A per 2, és a B szer H, B per 2. Ebbe a két képletbe behelyettesítjük a megfelelő adatokat. Területünk az 48, egyenlő, A-t keresem, és a HA az 8, per a 2. Ha lehet, ugye, mint mondtam, egyszerűsítsünk. És látjuk, hogy a 48 egyenlő A szor 4-gel, és az A-t úgy kapom, hogy a 48-at el kell osztanom 4-gel. És ugye látjuk, 4-ben a 4 megvan egyszer, 8-ban megvan kétszer. Tehát az A oldal az 12 centi. Ugyanígy a B-t is kiszámoljuk, behelyettesítjük a T helyére, ugye a 48-at, a B-t keresem, és ugye ez a 9,6 per a 2. Egyszerűsítsünk, mivel ugye páros számra végződik 2-vel lehet, 9,6 az 4,8 lesz, ha elosszuk 2-vel. Tehát a 48 az a B szer 4,8, és B-t úgy kapjuk meg, hogy a 48-at osztjuk a 4,8-ben. Látjuk, hogy mivel tizedes, bővítenünk kell, vagyis 480-at osztunk 48-al, és a végeredményünk az ugye 10 centi. És ki kell még számolnunk a kerületet. Kerületünk. Hát nézzük ennek, mi lesz a képlete. Az oldalak hosszát kell összeadni, tehát ugye van egy A oldalam, plusz, és van 2 darab B, tehát ugye az a 2-szer B lesz. Ebbe behelyettesítjük ugye a megfelelő számokat. 12 plusz 2-szer a 10, 12 plusz a 20, ami 32 centiméter. Ugye itt láthatók is az adatok. Nézzük a negyedik példánkat. Az egyenlő oldalú háromszög kerülete van megadva, tehát egyenlő oldalú a háromszög. Ezt is érdemes kicsit fölvázolni, és ennek a kerülete a 18 centi, és meg van adva, hogy a magassága az 5,2 centi, és területet kell számolnunk. Ugye a területhez fontos lenne az oldal, de nekünk oldalhosszúság nincs, csak kerület. Hát mindenféleképp akkor a kerületképletből kell kiindulnunk. Mi lehet az egyenlő oldalú háromszög kerülete? Hát mind a három oldal egyforma, tehát össze kell adni a három darab egyforma oldalt, vagyis ugye az a háromszor A lesz. Behelyettesítünk. 18 egyenlő háromszor A-val. Ugye 18-at osztom 3-mal, és az 6. Tehát meg is kaptuk, hogy az A oldal az 6 cm, így most már a terület képletbe be is tudjuk helyettesíteni. Ugye a terület az A szor H per 2, most itt nem jelöltük külön a H-t, de lehet ugye szintén A oldalhoz H-at odaírni. 6 szorozva az 5,2 per a 2. Lehet egyszerűsíteni ismét.
kettest és a hatost. Ugye látjuk, hogy itt a három maradt, és csak össze kell szoroznunk a háromat az 5,2-vel. 3x2, 6, 3x5, 15, és a vesző ide kerül. Vagyis a területünk a 15,6 tized négyzetcentiméter. Nézzük tovább a feladatokon. Nézzük meg az ötös példát. Ez is szintén megtalálható a Gerundium kiadó tankönyv, illetve feladat gyűjteményében. Érdemes a tankönyvet és a feladatgyűjteményt azért most is használni. Ki kell számolnunk ennek a pontozott résznek a területét? Hát ez egy összetett példa, ugye mindenféleképp valamit használni kell a téglalapból is. Látható, hogy ennek a pontozott résznek úgy kapjuk meg majd a nagyságát, területnagyságát, hogy a téglalap területéből elvesszük ennek a két háromszögnek ugye a területét. Vagyis nekünk három lépésünk is, illetve négy lépésünk is lesz. Ki kell számolnunk ugye a téglalap területét, ki kell számolni az első háromszöget, a második háromszöget külön-külön, majd a téglalap területéből kivonni ugye ezt a két háromszöget. Most itt azért nincs minden adat hosszúság megadva, hát nézzük azért, hogy ugye amik nincsenek odaírva, azok mekkorák is lehetnek. Ugye látjuk azt, hogy ennek az oldalnak kellene ugye megmondani a hosszúságát, és nézzük is, illetve ugye annak a másiknak is külön-külön. Tehát nézzük, hogy ugye mi is lesz ezeknek az oldalaknak a hosszúsága. Ugye látható, hogyha a 12-ből mi 3-at elveszünk, akkor annak az oldalnak 9 a hossza, valamint ugye ennek az oldalnak 4 a hossza, és ugye ez a nagyság innentől az ugye 3 lesz. És akkor nézzük is az adatokat, külön fölírjuk. Tehát nekünk van ugye egy téglalapunk, aminek megvan adva két oldala, az 12, és a másik oldala, ugye az 4. Van ez az alsó háromszögünk, én ezt a T1-jel fogom majd jelölni a területét, vagy az az egyes háromszög. Ennek ugye az egyik oldala 12, és az ehhez tartozó magassága az a 3. És lesz ugye egy másik háromszög, ami ugye így néz ki a mi rajzunkon. Ez lesz majd az én számolásomban a T2. Ennek az egyik oldala az A9, illetve hát most itt is A-val jelöltem, és a HA az 3, vagyis ennek a magassága. De azt látjuk, hogy ez a két háromszög, ezek derékszögű háromszögek, vagyis ugye ezek maguk az oldalak is, az oldalhosszúságok is. Nem jelöltem most én külön-külön ezeket B-vel, hogy ne keveredjünk már össze mindegyiknél, de ugye látható, hogy ugye hogyan kell majd kiszámolni. Mindenhova írjuk fel a megfelelő képleteket. A téglalap területe ugye A-szor B, a háromszög területe, hát mivel a HA-t jelöltem, itt is HA-t írok, tehát A-szor HA per 2, valamint itt is. Ugye mindegyiknél magának megfelelőt fogom behelyettesíteni, tehát ez lesz a háromszög 1, háromszög 2 és a téglalap. Tehát ez 12x4 lesz a téglalap, ami
48, hát itt nem is írok centit, mert azt hiszem, hogy ott sem volt centi. Az első háromszögnél behelyettesítem, 12×3/2. Látjuk, hogy lehet egyszerűsíteni. 2-t és a 12-t. És ennek a területe lesz 3×6, 18. És a második háromszög területe 9×3/2. Hát ebben az esetben nem tudunk egyszerűsíteni, tehát szorozzuk össze a számlálót. Ez 27/2, és alakítsuk át tizedes számmal, tehát tessék elosztani a 27-et 2-vel. 2-ben megvan egyszer, ugye nem maradt semmi, 7-ben a 2 megvan 3-szor, maradt az 1, ugye 0-át leveszem, 10-ben megvan 5-ször, és nem maradt semmi. Tehát ez 13,5 tized a területe. És ahogy mondtam, ugye az utolsó lépésünk az, hogy ki kell vonnunk ugye a téglalap területképletéből mind a 2 háromszög területét. A 48-ból kivonom a 18-at, és kivonom a 13 és felett. Nagyon vigyázzatok, hogy ugye egyenrangú műveletek, illetve egyforma műveletek vannak, mindig sorban kell megoldani. Tehát az 48-ból kivonom a 18-at először, az 30, mínusz a 13,5, és végül a 30-ból kell kivonnom a 13,5-et, ami 16,5 lesz. Tehát kiszámoltuk ennek a pontozott résznek a területét, és megkaptuk, hogy az 16,5. Ugye itt láthatók az adatok is. Itten valamiért nem akarja a háromszöget. Tehát itten az eredeti példában ott háromszögnek kell, hogy legyen, tehát ti mindenféleképp oda háromszöget rajzoljatok. Nézzük a hatos példánkat. A háromszög területe van megadva, 8,1/3, és az egyik magassága van megadva, 3,3/4, és számoljuk ki a magassághoz tartozó oldal hosszát. Tehát terület egyenlő 8,1/3, és négyzetcenti, és a HA pedig a 3,3 centi. Itt szintén van egy hiba, ugye itt ez nem négyzetcenti, hanem csak centiméter. És ki kell számolnunk az oldal hosszúságát. Ismét behelyettesítünk, illetve a képletet először is fölírjuk, A-szor HA/2, és behelyettesítünk a T helyére, már ugye rögtön helyettesítem is az átalakított törtet. 3×8, 24, ugye 25/3 egyenlő. A-t keresem, és a HA helyére, ugye 3×4, 12, és a 3 az 15/4. És az egészet ugye 2-vel. Ebben a példában ugye az a nehézség, hogy hát emeletes törtet kaptunk. Ezt úgy is fogjuk majd megoldani, mint ahogy az emeletes törtet meg kell csinálni. Leírom. Ugye A-t szorzom, tehát ez úgy fog kinézni, hogy ez 15/4, picit szépítek itt rajta. Följebb írom, 15/4 A, ugye a számlálóba, és a kettes alá odaírom ugye az egyest. Emeletes törtet úgy oldunk meg,
hogy a külső tagokat összeszorozzuk, és a belső tagokat összeszorozzuk, vagyis 25 harmad egyenlő, a külsők jönnek a számlálóba, 15 a per, és a belsők szorzata jön a nevezőbe, ami 8. Ha ezt ugye szétbontom itt a számlálót, ez így fog kinézni, hogy 25 harmad egyenlő 15 nyolcad szorozva A-val. Tehát azért tettem az A-t külön, hogy láthassuk, ugye megint mit, mivel kell majd osztanunk. Ugye, ahogy mondtam, kis példát akármikor írhatunk magunknak, hogy ugye átlátható legyen, tehát látjuk, hogy a 25 harmadot osztom a 15 nyolcaddal. Törtek osztásánál, ugye szorzás, és az osztó reciprokát vesszük, 8 15-öd. Nézem, lehet-e valamit egyszerűsíteni. Látjuk, hogy a 15-öt és a 25-öt lehet egyszerűsíteni 5-tel. Háromszor van meg, itt pedig 5-ször. Számlálót számlálóval szorzom, az 40, és nevezőt nevezővel 9. Ugye át lehetne alakítani tizedesbe, de mivel ez egy 9-es, ezért egy végtelen tizedes törtet kapnánk, ezért én most ezt csak vegyes számba írom föl. Ugye 40-ben a 9 megvan. 4-szer, 4-szer 9, 36, és a maradékot írjuk a számlálóba. Tehát az A oldal az 4,49 cm. És az alábbi két feladatot javaslom otthoni gyakorlásra. Mind a kettő ugye egyszerű háromszög és nagyon egyszerű számolások. Itt is ugye 8-al el lehet osztani, tehát ugye nem kapunk végtelen tizedes törtet, tehát ilyen esetben akkor próbáljuk meg tizedes számba megoldani, és a másiknál pedig egész számok vannak, tehát az is nagyon könnyű. További jó gyakorlást kívánok nektek, és köszönöm szépen a figyelmet!